Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Sok szeretettel és nagy tisztelettel köszöntöm Önöket, polgáraim! Mai napon azért jöttünk össze, hogy egy, a magyarságunk és nemzetünk szempontjából is kiemelkedően fontos kérdést vitassunk meg. Éppen ezért külön öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy köreimben üdvözölhetem Magyarország miniszterelnök helyettesét, dr. Sányi Zsoltot. Köszöntöm továbbá országgyűlési képviselőnket, Török Gábor urat. Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjak képviselő úrnak, hogy egy ilyen a választók életében fontos és rangos esemény helyszínű polgárunk választotta. Munkatársaimmal arra törekedtünk, hogy méltó házigazdái legyünk a mai eseménynek. Engedjék meg, hogy megkülönböztetett tisztelettel köszöntsem a megjelent megyei járási vezetőket, települési polgármestereket, önkormányzati képviselőket, civil szervezetek vezetőit, köszöntöm vállalkozó barátainkat, nyugdíjas barátainkat, és mindenkit, aki a mai napon megtisztelt bennünket jelenlétével. Tisztelettel felkérem Török Gábor országgyűlési képviselő urat, köszöntsem a megjelenteket. Nagy tisztelettel köszöntöm én is miniszterelnök helyettesét, minden kedves vendéget, hivatalvezetéket, polgármester urakat, hölgyeket, kedves polgármester lakosokat. Nem az első ilyen összejöhetetünk, hogy tudjuk sorsfordítól népszavazás lesz október 2-án. Volt már ilyen Makoncsernyő, ott Nógyrávai jön oda vendégünk, volt Odajka, ott Dezsák Sándor, és most itt polgárok köszönhetjük a lakosságot. Talán a személy is jelzi, hogy milyen fontos nap előtt állunk október 2-án. Meggyőződésem, hogy eljött az az idő, amikor meg tudjuk teremteni azt a feladatot, amikor a magyar kormány Magyarország népével a hátterében meg tudja vinni azt a párbeszédet Brüsszellel, ahol a nép igazgatóságot szeretnénk bebizonyítani, amelynek követőkre fogunk találni, ehhez kérjük az Önök segítségét október 2-án. Kérem tisztelettel, hogy hallgassák meg miniszterelnök helyettes urat, az ő útmutatása azt mondom, hogy mindenki számára világos lesz. Köszönöm a figyelmet. Nagyon szépen köszönöm. Igen tisztelt képviselő, polgármester úr, mélyen tisztelt hölgyeim és uraim, kedves barátaim. Abban maradtunk itt a rendezvény előtt, hogy én most egy rövid összefoglalót tartanék, és utána minél több idő legyen kérdésekre, meglátásokra, hozzászólásokra, mert érdekes dolog a monológ, de még érdekesebb a dialógus, tehát bármilyen kérdés örömmel teszek, és fontos az, nem csak, hogy önök tudják, hogy mi a kormánynak az álláspontja, hanem az még fontosabb, hogy a kormány tudja, hogy a népnek mi az álláspontja. Tehát, ha megengedik, egy rövid összefoglalást tartanék arról, hogy mit miért teszünk. Ugye a helyzet az, hogy a PC-nek nevezett politikailag korrektnek nevezett gondolkodás gyakorlatilag elvette a nyugati politikusok és döntéshozóknak a józan eszét, és a természetes életösztön és élész helyett különböző politikai doktrinákba, spanyol csizmázták bele magukat és a gondolkodásukat, ezért képtelenek valós kihívásokra valós válaszokat adni. A legsúlyosabb problémának azt látom, hogy összekevernek három dolgot, és ennek a három dolognak az összekeverése szó szerint öngyilkosság Európa és az európai nemzetek részéről. Összekeveri a menekültek kérdését, nem különböztetvén meg a menekülteket a migránsoktól. A második, hogy mindezt összekeveri a munkaerőnek a kérdésével, harmadszorban pedig összekeverik a demográfiával a kérdésével. Ezért nagyon fontos, hogy a három között egy nagyon világos distinkciót tegyünk. Először is a menekülteknek az ügye. Nagyon világosan meg kell különböztetni a menekülteket a gazdasági migránsoktól. Ki a menekült? Az
aki személyében az élete veszélyben van, nemzetisége, vallása, politikai hovatartozása miatt. Tehát attól, hogy egy országban szegénység van, az abban élő emberek nem lesznek menekültek. Tehát attól, hogy Bangladesben szegénység van, ebből nem következik, hogy több tízmillió ember menekültnek mondhassa magát. Attól, hogy egy ország valamely részén háború van, nem következik az, hogy az ország minden lakosa automatikusan jogosult lenne arra, hogy ő menekült. Ráadásul meddig menekült valaki? Addig menekült, amíg ellenéri az első biztonságos országot, ahol nincs az élete veszélye. És hogyha elmúlt az életveszélye, akkor menjen vissza a saját országába. Olyan nem megy, hogy már réges-rég biztonságos országban van, például Törökország, aztán Görögország, aztán Macedóniában, aztán Szerbiában, aztán Magyarországon, aztán Ausztriában, és azt mondja, hogy neki ez minden jó, de ő mondjuk mindenbe akar élni. Erre nem vonatkozik a menekült státusz. Tehát azt kell mondanom, hogy a migránsoknak egy nagyon pici része, aki valóban menekült. Na most, aki menekült, arról humanitárius és keresztény kötelességünk gondoskodni, addig, amíg az élete veszélyben van. De ennek a kérdésnek semmi köze a gazdasági migráció. Én megértem, hogy sok szegény ember szeretne jobban élni. Azt is megértem, hogy Nigériából kezdve Bangladesi útra jönnek. De az a helyzet, hogy világosan meg kell nekik mondani, hogy nem tudjuk befogadni a világ összes szegény emberét. És ezért azt gondolom, hogy súlyos erkölcsi bűne van annak, aki azt az üzenetet küldi a világ szegényei felé, hogy induljatok el, mert itt majd ti jobb létet fogtok találni. Mert ezért indulnak ezek a szerencsétlen emberek a embercsempészeknek a hálójában, föladom mindenüket, hogy eljussanak egy gazdagabb és jobb élethez. Hanem világosan meg kell mondani nekik, hogy ne jöjjenek, mert nem tudjuk engedni őket Európába. Tehát az első, világosan meg kell különböztetni a menekülteket, a migránsokat. Mindennek a kérdésnek semmi köze nincsen a munkaerőnek a kérdéséhez. Ugye amikor azt mondták, hogy a németek, a német nagyipar képviselői, hogy azért kell a korlátlan bevándorlás, mert munkaerő hiány van Németországban. Ha ez igaz az állítás, hogy ezért hívták meg ezt a töménytelen Európán kívüli embert, akkor föl kell tennünk a kérdést, hogy például miért nem Spanyolországból hívnak munkaerőt. Miért nem Spanyolországban, ahol 40% körül van a munkaerőmennyiség? Miért pont a világ olyan tájairól, akik egyébként jelentős részben analfabéták? Mondjuk nem a munka kultúrájának a világából jönnek, nagyon nagyon fogalmazva, eszük ágában sincsen dolgozni, és teljesen idegen vallási, kulturális hátterük, amiért. Mondjuk ki, soha az életben nem fognak ütnek át. Elsősorban azért, hogy nem akarok ütnek át. Tehát nem igaz az az állítás, hogy munkaerő hiány miatt jöttek ezek az emberek. Mert munkaerő hiányt Európában is lehetne pótolni, hogy másra mondjuk például mondjuk Ukrajnából, akik mégiscsak a európai keresztény civilizációban vannak, etnikailag és kulturálisan is velünk azonosak. És ráadásul nyilvánvaló, hogy ezek az emberek, akik a világ legkülönbözőbb részéről jönnek, Pakisztánból, Bangladesből, Afganisztánból, Marokkóból, Nigériából, ezek az emberek óriási hányada soha nem lesz olyan munkaerő, ami minőségben megközelítené mondjuk az Ukrajnából hívott munkaerő. Hangsúlyozom, nagy része analfabéta, és a legnagyobb probléma, hogy nem is akar megtanulni németül, Németországban, nem is akar a munkavilágába beilleszkedni, hanem ő azt gondolja, hogy majd el fogja látni, és majd meg. És a harmadik, a legsúlyosabb, összekeverni a menekülteket, a munkaerő kérdését, a demográfiai kérdésekkel. A népesedés kérdését csak úgy lehet megoldani, hogy azt kell bátorítani, hogy Európában európai gyerekek szülessenek. Tehát Magyarországon magyar gyerekek szülessenek, magyar nyelven, magyar kultúrában felnőnek. És hogyha Európa nem képes saját magát reprodukálni, akkor gyakorlatilag saját maga
sírásolja, azonosul egy gyilkosságot. Tehát elsősorban minden kormánynak az a kutya kötelessége, hogy olyan családpolitikát folytasson, olyan családtámogatást biztosítson, agyagilag is, és hogy mondjam, mentalitásban is, ami a gyerekvállalásra ösztönöz. De ha mégsem volna elegendő ez arra, hogy a demográfiai mutatók javuljanak, akkor is a józan és szabályai szerint olyanokat kell behívni, hogy éljenek velünk együtt, akik kulturálisan, mentalitásbelileg, etnikailag, az európai civilizációhoz köthetőek. Tehát akikkel lehet együtt élni, és akik könnyen tudnak integrálódni a mi magyar és európai világon. A helyzet az, hogy valaki, ahhoz, hogy valaki integrálódjon, és nem is asszimilálódjon, csak integrálódjon, ahhoz két dolog kell. Az egyik, hogy ő akarjon integrálódni, a másik pedig, hogy az adott társadalom akarja, hogy ő integrálódjon. Az a helyzet, és ez akár viszi, akár nem viszi, ezt ki kell mondani. Az a muszlim tömeg, aki bejön Európába, az nem akar integrálódni az keresztény civilizáció Európába. Párhuzamos társadalmat fog létrehozni, aminek a következményei beláthatatlanok. El kell menni Párizsba, el kell menni Brüsszelbe, meg kell nézni, hogy ezek a városrészek lakhatatlanok, hogy úgy mondjam, egy francia, egy született francia nem is mer bemenni ezekbe a városrészekbe. Egy belga nem mer bemenni Berlinbe, a bizonyos városrészébe, ahol ez a bevándorló tömeg lakik. Ebből kifolyólag tehát nem szabad összekeverni a menekülteket, a munkaerő kérdését és a demográfiai kérdéseket. És megint csak a akár piszi, akár nem, a teljes őszinteség egyében beszélni kell az iszlámnak a sajátosságát. Előre szeretném bocsátani, hogy én az iszlámot, mint világvallást és mint egyfajta nagy kultúrát tisztelem. Hiszen amit létrehozott az iszlám középkorban, az orvostudomány tekintetében, a filozófia tekintetében, mondjuk a Licennára, matematika tekintetében, kétségkívül az iszlám egy nagy vallás és egy nagy kultúra. De ebből nem következik, hogy egy katonai felük jönnek. És a helyzet az, hogy nem igaz az az állítás, amit Brüsszelbe súlykolnak, hogy minden vallás egyforma. Nézzük meg, ebben a vonatkozásban a úgynevezett nyilatkozatos vallásokat hasonlítsuk össze a zsidóságot és az iszlámot. A helyzet az, hogy a zsidóság egyetlen nem zsidót sem akar zsidóvá tenni. A kereszténység szintén nem akar senkit semmire rákényszeríteni. A teológiai értelemben a hit az kegyelem. Az az isteni kegyelem, amivel én szabad akaratulag együttműködök. És az isteni kegyelem és az én szabad akaratú együttműködésem hozza létre a hitet, ami az Istennel való én-te személyes kapcsolat. Ezt nem lehet kierőszakolni, nem lehet kikényszeríteni. Ez az Isten szabad akaratú kegyelme és az én szabad akaratú elfogadása. Tehát a kereszténység missziós vallás, ami fölkínálja a hitet, de nem kényszerít senkit semmi. Az iszlám ezzel szemben hódító vallás. Maga az iszlám szó is meghódolást jelent. Tehát az a helyzet, hogy ahol az iszlám tömegesen megjelenik, ott automatikusan előjön az, hogy a sáriát az iszlám törvényeket nevezessék. És ezzel szemben egy lehetőség van, vagy meghódolás, vagy konfliktus. A konfliktusnak látjuk a végét, hogy hova vezet, a dzsihadizmushoz és egyszerűen a keresztények elleni háborúhoz. Tehát a helyzet az, hogy ha nagy létszámú iszlám közösség jelenik meg, akkor a sária árnyékában fogunk élni. Ez a helyzet. És itt fontos az, hogy néhány gondolatot azért a német helyzetről szóljunk, hiszen Brüsszel és a német politika nagyon szorosan összefügg. Az előbb elmondottakból kifolyólag, adja Isten, hogy ne legyen igaza. De miután, ha megnézem az iszlám történetet, ha elolvasom a Koránt, ajánlom mindenkinek olvasni. Nem egy könyv olvasmány, de ajánlom olvasni. Vagy nézzék meg az iszlám történetét, ahogy úgy hódították meg Észak-Afrikát és a félvilágot. Hogy mennyire szorosan összefügg az iszlám és a hódítás.
hogy a dzsihád az lehet spirituálisan értelmezi, hogy a rossz nevele harcol, de azért az iszlám történet az mutatja, hogy a dzsihád a nézőben mondom, a hitetlenek elleni harc. És a célja az, hogy ahol az iszlám megjelenik, ott a sáriát bevezessék. Tehát a helyzet az, hogy adja Isten, hogy nem legyen igaz. De mi fog történni azzal az irdatlan tömeggel, aki beözöllődik a Németország? Vannak a német települések. Szinte minden német település mellett vannak már a sportcsarnokban az ott lévő migránsok, a kultúrházban a migránsok, mindenütt a migránsok. Most ezek az emberek feladták mindenüket egyetettek. Egyre frusztráltabbak lesznek, mert nem tudnak megtanulni a németül, mert nem akarnak. Nem tudnak munkát vállalni, mert nincs képzettség. Ott ülnek hónapra, évről évre, és egyre agresszívabbak lesznek. Látjuk a megerőszakolásokat, látjuk a bűncselekményeket, látjuk a terrorizmust. Mi fog történni? Hangsúlyozom, hogy Isten, hogy ne legyen igazam, de nem lehetne látni előre, hogy mi fog történni. Ezeknél a településeknél milliók vannak. Mondjuk egy embernek, egy német embernek megerőszakolják, 10 éves kislány. Mit fog tenni? Oda megy aztán? Lefogyolni. Mi fog történni? Az adott migráns környezetbe ki fog törni a lázadás. Meg fogják támadni az illetőnek a házát és a falunk. Azok meg fogják védeni magukat. Lesz egy lokális polgárháború. Ezt nézik a tévében. És ez robbanni fog az összes menekült helyen és a körülött lakó németországi, franciaországi települések. Olyan zavargások lesznek, mint amit látunk Franciaországban. Gyújtogatások, konfliktus millió, azt kell mondanom, hogy polgárháborús helyzet lesz számtalan helyen. És utána mi fog történni? Milyennek a megoldása? Hogy fogják kitoloncolni azokat az embereket, akikről megvonják a tartózkodási státuszt? Több százezer ember van Németországban, akik kitoloncolnának, de nem tudják, hogy hol van. Hogy fogják kitoloncolni? El fognak tűnni ezekben az arab város, meg külvárosi városrészekben. Hogy fogják őket megfogni? Hogy fogják fölrakni a repülőt? Túszokat fognak helyteni? Gyakorlatilag, ha benn vannak több száz ezeren, illúzió az, hogy ezt a tömeget ki lehet rakni még egyszer Németországban, vagy Franciaországban. És miután nem fogják tudni kirakni őket, még inkább fokozódni fog a polgárháborús hangulat. Ráadásul mi történik? Ezekben az országokban a nép torkid lesz a tehetetlen kormányában. Radikális pártokat fognak megválasztani. A radikális pártok nem fognak kitérni a konfrontáció ellen. Az egyik oldalon van teljesen frusztrált és egyre agresszív a bevándorló tömeg, a másik oldalon az az őslakos, aki torkid van azzal, hogy együtt kell élnie, integrálhatatlan és rá veszélyjelentő tömegben. És ki fog törni a konfliktus? Sok kis helyi konfliktus. Aminek beláthatatlan, hogy mi lesz a lényeg. Láttuk már Párizsban a sárközi alatt, amikor égtek az utcák, égtek az autók, és randalíroztak a külvárosok. Erre azt kell mondanom, hogy én nem vonom kétségbe azt, hogy a franciák meg a németek, ha akarnak együtt élni meg a svédek, élhetnek együtt. Jobbuk van hozzá. De nekünk is jobbuk van megmondani azt, hogy kivel akarunk együtt élni. És hogy nagyon őszinte legyek, amikor hallgatom valamit elnökünk, az az a helyzet, hogy az ő véleménye azért súlytalan, megfogadva jobb, hogy ugye valami lenne, az a helyzet, hogy ők már elvesztek. Tehát amit mond, az azért érdektelen, mert ők már elvesztek. Ez a francia generáció, az utolsó francia generáció, aki francia életet élhet Franciaországban. De mi még magyar, cseh, szlovák, lengyel, mi még élhetünk magyar, lengyel, cseh, szlovák életet. Ami gyerekeinek még megvan az esélye, hogy magyar életet éljen Magyarországon. Egy francia gyereknek nincs már esélye arra, hogy a szó történelmi és klasszikus értelmében francia életet éljen Franciaországon. Persze lesz ott élet, csak az már egy másik élet. Az már nem a francia klasszik, nem az a klasszikus francia élet, amit századokon keresztül a franciák kialakítottak. Én pedig nem akarom, személy szerint nem akarom, hogy az én gyerekem ne élhessen olyan magyar életet, mint amit élt az apám is élt arra. És ezért mondom azt, hogy ezeknek a nyugati országnak a véleménye azért álságos és bizonyos,
bizonyos értelemben érdektelen, mert ők már elvesznek. De mi még nem vesztünk el. És hogy ne is vesztünk el, ezen múlik október 2-ai Émszalmács. És mondok önöknek még valamit, ha már belemutat. A helyzet az, hogy kik azok, akik azt mondják, hogy engedjük a migránsokat, ne menjenek el a magyar emberek szavazni, micsoda dolog az, hogy mi nem akarunk együtt élni tömegesen az iszlámmal, és a fogadjuk mindenki, multikulturális. Ez tipikusan a multikulturális, liberális, balliberális doktrinálség. Na most az a helyzet, hogy innen üzenetek minden indulat nélkül a józan ész alapja. Az a helyzet, hogy az ő fényét fogják elsőnek találni. A miénket van csak jóval később. Tényleg azt gondolják ezek a liberálisok, hogy egy muszlim világban majd lesz Pride, a homoszexuális felvonulás az adrási út. Megfeminizmus. Az a helyzet, hogy én nem szimpatizálok ezekkel a extrém liberálisokkal, de a helyzet az, hogy ők vannak a legnagyobb veszélyek. Mert én nekem vitatkozok vele, és beleírjuk az alkotmányba, hogy bármilyen Magyarországon a házasság egy férfi és egy. De itt a senkinek a mesti épsége, vagy bármilyen nincs veszélybe. Próbálják meg egy iszlám kultúri körben egy homoszexuális felvonulást tartani. Vagy az egész balliberális világ tekintetében az ő kötődéseik, az ő ideológiák, az első számú ellenség az iszlám világ. Ha itt egy erős iszlám közösség lesz, akkor ezeket az embereket kapolni kell. Mert az ő életük lesz a veszélybe elsősorban. Mi keresztény magyarok, mi sem vagyunk biztonságban, de az a helyzet, hogy ezekhez képest még mindig a sor végén állunk. Tehát azt kell megfontolni mindenkinek, hogy például ahhoz, hogy bármilyen nincsen csak, de hogy például mondjuk a Pride kérdésében vitát tudjunk folytatni, az az kell, hogy mind a kettőnknek a feje a nyakunkból legyen. Ugyanis az a helyzet, hogy könnyen mondhatunk, hogy egyiknek sem lesz a feje a nyakunkban, és ezzel az, akit a helyzet. Tehát, hogy egyáltalán az a európai szabadság, ami a kultúrkörünknek az egyik lénye, hogy az a megmaradja, ahhoz az kell, hogy megvédjük a saját országunkat és ezt az európai civilizációt annyira, amennyire még egyáltalán létezik. És még egy súlyos dolgot kell mondanom a német politikát illetően. Az a helyzet, hogy amit a német politika művelt, amire egyébként most már láthatóan a német népviselőtestületet mondott, az először is erkölcstelen, másodszor is törvénytelen, harmadszor pedig antidemokratikus. Először is erkölcstelen dolog az, hogy meghívnak tömegeket Európába, majd utána, miután látják a bajt és a katasztrófát, a terveket rád akarják lőcsölni. Hát ez olyan, hogyha én meghívok embereket hozzám vacsorára, majd a számlát elküldöm a nyugodnak. Tehát inkorrekt dolog, hogy ők meghívtak, ezek meghívták ezeket a tömegeket, minket nem kérdeztek meg a tömegeket, amikor a meghívást közölte, amikor pedig itt van a nagy, és nem tud velem csinálni, akkor a megoldás tekintetében pedig a terheket ránk akarja lőcsölni. Mondjuk ez nem egy de azért állítom, hogy erkölcstelen, mert ezek a szerencsétlen migránsokkal szemben is erkölcstelen, mert azt a látszatot keltették, hogy őket szeretettel várják Németországban, szeretettel várják Európában. Itt majd kapnak lakást, majd kapnak jó létet. Német életminőséget fognak tudni élni, amikor nyilvánvaló, hogy nem fognak tudni német minőséget élni, és elkezdik majd előbb-utóbb a kitoloncolásokat is, ami persze nagyon nehéz lesz, és gyakorlatilag nem is fog működni. Tehát ezek az emberek, akik tulajdonképpen áldoznak, áldozatai a világpolitikának, amiről ők nem tehetnek, hogy nagy hatalmak, amik az arathoz tekintetében értelmetlenulást csináltak. Nem tehetnek arról, hogy korrupt kormányok alatt kellett élnünk. Nem tehetnek arról, hogy az embercsempészek hálójának kerültek. És nem tehetnek arról, hogy becsapták őket, mert meghívták, aztán már nem látják szívesen. Ezért állítom, hogy az egész német politika, ez a meghívásos willkommen dolog, az elkösten. A másik, hogy törvénytelen. Mert nem tartják be a megállapodást. Ők azok, akik megpróbálták
hogy mondjam, a mi kezünket is megkötni, hogy ne tudjuk megvédeni a schengeni határt. Holott mi voltunk az egyetlenek, akik következetesen a törvények szellemére jártunk el, megvédtük a déli határunkat, és ezzel megvédtük Európát. Ők ennek az ellenkezőjét csinálnak, és minket gyaláztak, azért, mert betartottuk a törvényeket. Arról nem is beszélek, hogy mostanában például itt a svédeknek, a skandinávok művelnek el, hogy minket perelnek, hogy nem fogadjuk vissza az általunk végigvívott és hozzájuk elment migránsokat. Mondván, hogy hát Magyarországon regisztrálták őket. Na de könnyű. Ezek az emberek csak is kizárólag Törökországból jönnek Magyarországra, csak is kizárólag Európai Uniós országon keresztül tudnak eljönni. Tehát ők rá kell nézni a térképre. Szárazföldön sehol máshol nem lehet jönni, csak Bulgáriában, Törökországon keresztül. Ezek az emberek előbb beléptek Görögország az Európai Unióba, majd átmentek Görögországon, majd Macedóniában, Szerbia, és úgy érkeztek el ide hozzánk. És így mennek tovább Ausztriába, aztán végig is Svédországba. Tehát ezek a skandináv kormányok egyszerűen nem hagyhatók figyelembe venni azt, hogy ezek az emberek fizikailag és földrajzilag nem léphettek be az Európai Unióba Magyarországon. Mert előtte már Görögországba be kellett lépni. Az pedig mindennek a teteje, hogy ő minket szüntetnek azért, mert a görögök a legalapvetőbb feladatokat nem látták el, és nem regisztrálták őket. Miután Görögországban éltek be, a görögöknek kellett volna regisztrálni. Attól, hogy a görögök a saját államigazgatási feladatokat nem látták el, ebből nem következik, hogy ez a teher ránk hárul, azért mert mi ellát. Tehát szépen ezek az embereket pakolják föl, aztán ügyél vissza Görögországba. Végezzük összefoglalva, a német politika törvénytelen is, mert minket támad azért, mert betartjuk a Dublini szerződést, ők pedig nem tartják el. Harmadsorban pedig azt a súlyos kijelentést kell tennem, hogy mélységesen antidemokratikus a Merkel politika. Mégpedig azért, mert a német nép számára legfontosabb kérdés, abban a kérdésben, hogy generációkon keresztül kivel fog együtt élni, ebben a legsúlyosabb kérdésben elfelejtette megkérdezni a német nép. Kancellárasszony nem kérdezte meg a németét, hogy akar-e együtt élni tömegesen az iszlámmal. Monsieur Hollande nem kérdezte meg a francia népet, hogy akar-e még több muszlimbe vállalni. Európa vezetői, nyugati országok vezetői, a skandinávok nem kérdezték meg a saját népüket, hogy akarnak együtt élni az iszlámmal. Mi megkérdezzük most október másodikán a magyar népet, hogy mondja meg a magyar nép, hogy akar-e együtt élni az iszlámmal. Nem ez a demokratikus dolog? Nem az a demokratikus dolog, hogy abban a kérdésben, ami a leginkább érinti az egész nemzetet, abban kérdezzük meg a népet? Tehát ezért kénytelen vagyok azt állítani, hogy miután nem kérdezték meg a német népet, és úgy tették tönkre az országokat a millió bevándorlóval, ebből kifolyólag ez mélységesen antidemokratikus. És befejezésként még egyetlen gondolatot szeretnék önöknek, mondani, hogy elhúzom az időt, és minél több idő legyen a kérdésekre. A helyzet az, hogy a politikában vannak dolgok, amiket ki lehet javítani. Az egyik kormány csinál a hibás gazdaság intézkedést, a másik kormány valahol jobbá teszi. Például például, hogy a Gyurcsány kormány idején Magyarország, Görögországhoz hasonlóan az állam csúcs szélén állt, valahogy a helyzetet megoldottuk, az IMF-et kifizetni, elvünk a költségvetési deficit. Lefarad, kicsit tovább. Tehát vannak olyan dolgok, ami nem könnyen, a lakosság komoly áldozatára, de reparálhatók. És vannak olyan dolgok, amit nem reparálhatók. A helyzet az, ha most hibázunk, és ide több százezer migráns betelepül az országban, hatalmas muzulmán közösségek jönnek létre, ez többet nem reparálható. Senkinek ne legyen illúziója. Ha százezer muzulmán migráns bejön az országba, soha többet nem fogjuk tudni. Soha többet. Tehát ha most hibázunk, ezt utólag nem lehet reparálni. Nem lehet visszamenőleg, vagy 10 év múlva azt mondani, hogy visszacsináljuk az egészet, és végig menjenek az. Mert nem fognak az menni. Amit a Merkel most csinál, ez a beismerés, hogy tévedett és hibázott és visszaforgatta az időkeret. Nem lehet visszaforgatni az időkeret, ami egyszer megtörtént, megtörtént. Több százezer emberről nem tudják, hogy hol van Németország. Bevárom. Fogalmunk sincsen, hogy ezek közül mennyi dzsihadista.
Fogalmunk sincs, hogy a belén, engedélye belé sok százezer millió migráns, az hogy fog viszonyulni a német társadalomhoz? Nem, úgy, hogy a párhuzamos társadalomhoz fognak létrehozni. Ráadásul nem csak az a probléma, hogy most senki által nem tudott számba özöldöttek be dzsihadisták, köztük ki az iszlám állam által kiképzett terroristák, hanem az a borzasztó, hogyha megnézik a terroristáknak egy nagy részét, nem az első generációval, most beérkezettek közül van, hanem második, harmadik generációsok. Aki például a metróban robban, Angliában, az harmadik generációs, felső középosztályi anyagi jóléttel, elit angol iskolában, és egész életében ellenségnek tekintette Angliában azt az országot, ami az ő családját befogadta. Tehát nem csak arról van szó, hogy a most jött romoló analfabét a menekülteket, pusztulnak a falakon integrálni, hanem generációról generációra fog foglalni a veszélyt. És ha most kívánszunk, akkor mindenki legyen tisztában azzal, hogy nem csak a életünk, hanem a gyerekeinek és a unokáinak az életei alapjában fognak változni, és utána már nem lesz lehetőség arra, hogy magyarként magyar életet élünk Magyarországon, abban az értelemben, hogy történelmileg eddig magyar életet éltünk. És hol kell készülni, hogy gyerekeink fejkedésre között fognak járni iskolába. És hogy ezt akarjuk, vagy nem akarjuk, ezt a magyar szép október másodikán elmondott. És befejezésül, és akkor mondjuk egy dolgot önnek azért, tényleg különbözőség abban, hogy a történelem az élet tanító mestere. És amikor ezt elmondtam például Németországon most, akkor ezért megfogott. Még úgy mondjam, a Merkel-párti bevándorlás pártjában is megfogadott. Tényleg a helyzet, hogy három évszázadon keresztül a testünkkel léptük Európát török hódítással, tisztán hódítással szemben. Hiszen nem lopással kezdődött ugye a 150 év, hanem ugye már nullakorában védjük a végülőnál. De az a helyzet, hogy a regnum, az Ákeregnum, a Magyar Királyság 1541-ben esett el Buda elsőt. De Nagy Szulejmán nem tudta elfoglalni Budát. Nem azt történt, hogy az ottomán birodalom, a török, az iszlám hódítás katonailag megvert minket, és utána elfoglalta a fővárosot és az országot. Mert igaz, hogy ahogy Mohácsnál csatát hiszte. De az a helyzet, hogy Budát Nagy Szulejmán nem tudta letenni. Hogy esett el Buda? Úgyhogy miközben a szultán meghívta a magyar urakat ugye emélyre, és ugye arra mondja, hogy hátra van még a fekete kávé, az alatt szépen városnézőként, karcsapás nélkül, Jánbor városnézőként szivárgott be egyre több és több és több török katona Budába. És mire véget ért a vacsora, addigra, hogy Garany mondja, nagy boldogasszony templom a tetején félhatóra keresztelt. És utána 150 évig korig rombolták az országunkat, a magyar népnek a felét rombolták, és gyakorlatilag azóta 1541-ben az ország a régi nagyság és dicsőség tekintetében nem tudott alakra. És erre rámentünk az országon, a fél országot szó szerint korig rombolták, és a magyar nemzetet kiirtották. Mert hagytunk egyesével, beszivárogjanak, városnézőként, karcsolásnak. Cselleszettük a fővárosunkat, elvesztettük az országunkat. Hát ne hagyjuk, hogy most hasonló migránsokon keresztül elvesztessük az országunkat, elvesztessük Európát, és elvesztessük a katonaiságunkat. Ezért mindenki elvesztettek. Ennyi volt a második, és égyen a balzát. Ennek a munkának az elvégzés
első témafelvetés és kérdés kapcsán rögtön én feltenni egy olyan kérdést, amelyre személy szerint már többször belebontottam, hogy gyakorló keresztényként sokszor találkozom olyan emberekkel, személyekkel, akár szentmise után, vagy az utcán, akik már egyetértenek a kormány álláspontjával, de szolidáris hozzáállásuk miatt egy kicsit kételkednek abban, nem értik azt, hogy például a keresztény egyháza, konkrétan a katolikus egyház, a Ferenc pápa, értem az egyértelmű iránymutatást ebben a kérdésben. Magyar katolikus egyháznak is az a hivatalos álláspontja, hogy nincs álláspontja, és sokan keresztényként ezt nem értik. Én erre szeretnék választ kapni, de kérem őket, hogy most nekem lehetőség van, tegyük fel egybe kérdéseinket, hogy miszerelnök kérdés úr sorba válaszolhassam őket. Tehát akkor várom a kérdéseket, és akkor itt egy, ha elég hangosan teszik fel az illető, akkor a mikrofonja is lehet, de természetesen a mikrofon is adunk. Jó, köszönjük szépen! Az a kérdés, amit tisztelem Gyermes úrhoz, hogy említette, hogy több tagországban már elveszett látszik. Mit gondol, hogy vajon egy eredményes, tényleg egy egyöntött magyar népszavazás vajon vissza tudja fordítani a tagországoknak a közvéleményét, illetve a döntéshozóit, hogy gondolják át a menekült politikáikat? Köszönöm szépen! Akkor kérem a mikrofont a következő kérdőre. Ha van ilyen készfeltartással kérem jelezzék, hogy meg van a kérdése. Mert hogy jelenleg nincs több kérdés, hogy visszaadom a szót, Tarnas. A polgármester úr kérdése, az igazság az, hogy nem tudjuk, és is lévén reméljük meg, hogy egy kicsit mélyebben válaszoljon erre a kérdésre. Én nem csak, hogy mondjam, tisztelettel és jó akarattal hallgatom mindig a Szent Atyának a tanítását, hanem imádságos énekkel próbálom felfedezni benne Istenéját. Őszintén meg kell mondanom, hogy sokszor a kicsiben működik számomra mindez. Ezért fontos néhány dolgok az elején teológiai értelmes tisztázni. Tehát, amikor Ferenc pápa egy sajtónak interjút ad, nyilvánvaló ebben a kérdésben a személyes véleményét mondja, nem pedig az egyház tanítói oldalának az álláspontját. Nem beszélve arról, hogy természetesen az infabilitás, tehát a pápai tévedhetetlenség az ilyen esetben föl sem merül tekintve, hogy nem minden keresztény tanítója a hagyománynak, a kilatkozatásnak megfelelően definiálni egy igazságot, kisebbkös kérdésével, ami a témányatlanségnek a definíciója, hanem ilyen média kérdésekre válaszolva, hát a személyes véleményét mondja el, ezért nem is várható el feltétlenül teológiai pontosság az ilyen típusú interjúban adott beszélgetéseknél, amit aztán persze a média kiragol bizonyos mondatokat, és azt kisarkítva és átdimenzionálva súlykolja a társadalom felé. Ezt a kisítőt az fontos. Én személy szerint azt gondolom, hogy a Szent Atya egyetemes szempontokat képvisel. És ebből kifolyólag nem is mondhat más, mint azt a gondolatot, hogy irgalmasságot adhatatot, Jézusban ezt mondja rá, és miután ő maga is bevándorló család gyermeke Dél-Amerikában, ezért ő a harmadik világ szegényeivel azonosítja magát, és jobban lehet azt mondani, hogy a pápa a harmadik világ szegényeinek a pápája. Na jó. De mi van bennük középosztálybeli európaiakkal? Én nagyon fontosnak érzem a árnyat, tanítást, és itt második János pápára hivatkozik, akinél nagyon pontosan és kiegyensúlyozott formában teológiai minőségben jelenik az, hogy természetesen
van az irgalmasság és a kvalitáció a migránsok felé. Ugyanakkor, mint másik már János Pál pontosan fejezette, a nemzetekben és a nemzetek és az államoknak joga van az önvédelemhez. Márpedig egy államnak, vagy a határainak a védelme, az egy önvédelmi jog a közösség szintjén. Na most, ha megint mondok egy példát. Magyarországon is vannak szegény hajók. Én keresztény emberként, állami szeretett szolgálat kívül, mert állami szeretett szolgálat keretében belül egy ilyen jelentős összeget adok arra, hogy a állami szeretett szolgálat ezt az irgalmasság művét gyakorolja. De én nem irgalmaszívű lennék, hanem elmenetek, hogyha a lakásom a három gyerek, a feleségem és az anyám mellé még 27 hajléktalan befogadva. Mert ebben az esetben a családok tönkre mennek, a gyerekeim nem tudnának tanulni, és előbb-utóbb rámennék mindannyian. Tehát attól, hogy nekem az irgalmasság jegyében van egy kötelezettségem, hogy segítsen a hajléktalanokon, ebből nem következik, hogy minden hajléktalan, amit az utcán látok, az haza kell vinnem a fürdőszobába, vagy a konyhába, a három gyerek, a feleségemnek az anyám közé. Na most hasonló a helyzet, szerintem keresztény alapon, a migránsokkal is. Van egy erkölcsi kötelességünk a világ szegényei felé. Ezért mondta korábban az, hogy a magyar állam is kész nagy összeget áldozni arra, hogy ezek az emberek ott valamilyen életminőséget élhessenek. De nem következik az ebből, hogy a világ összes szegényét be kell engedni ide az országunkba, mert nem fog menni. Ezért mondta az, hogy a problémát ott kell megoldani, nem a bajt ide az. És azt mondom, hogy az állatokért kötelezettségünkben végig, hogy most tagolják egy kedvenc kifejezés, ahol nagyon bölcses, arra már kevesebbet használják, nagyon világos a kötelezettséget elsősorban a családok felé. Aztán van a rokonai barátaim, munkatársak felé, van a nemzetem felé, és csak utána van általában az emberiség felé. Tehát a magyar kormánynak is az állatok kötelessége a magyar emberek védelme és a magyar emberek életminőségének a védelme. A keresztény szolidaritás alapján a nemzeti jövedelmünk egy részét szívesen adjuk, hogy ezek az emberek emberi életet élhessenek a saját szülőföldjükön. De ebből nem következik, hogy minden szerencsétlen szegény ember ide kellene hívni Magyarországra, mert ugyanúgy nem fog menni a legjobb ütélés, mint hogyha most kézzel mindenki el, hogy a lakásában még 10 hajléktalan. Hosszú távon rajtuk nem segítened a családért többet. Na most itt is hasonló helyzet. Ezért szerintem a keresztény vonat azaz, és gyakorlati cselekedés, hogy karitáció a migránsok felé, és önvédelem a migrációval szemben. A Szentatyának ilyen érteni védelem az egyetemes szempontja. De két dolog nyilván a média torzítása miatt, de első. Az egyik az a világos megkülönböztetés, ami a menekült és a migráns között, a gazdasági bevándorló között kell adni. A másik pedig az, hogy van egy kötelességünk a migránsoknak a segítésére olyan értelemben, hogy a Máltai Szeretett Szolgálatok kívül azon keresztül, az aktivistákon keresztül segítsünk az orvosi ellátásban és így tovább. Na de az érem másik oldal pedig az önvédelem jog. Az a jog, hogy megvédjük Európát, megvédjük a hazánkat, és ne vigyük bele például egy polgárháborús állapotba. És ne tegyük tönkre a gyerekeinek és az unokáinknak is az életlehetőségét. Egyébként nagyon tanulságos, hogy milyen józan a magyar püspökök álláspontja e tekintetben, akár a Visigó püspök úrtól kezdve Márfi érsekügyi, Bábel Balázs érsek úrig, vagy Oszki atyái, vagy Kozma Imre atyái, aki egyébként a Karitászt vezeti a migránsok felé, milyen határos élménye van arról, hogy október 2-án nem lehet szavazni a migrációra. Tehát az egyház, mint olyan álláspontja, az lényegesen árnyaltabb, mint amit a pápa bizonyos szavainak
média általi kiadatása sugalló. A másik pedig érdemes megkérdezni a keleti püspököket. Azokat a keresztény püspököket most felekezeti a hivatalozásból függetlenül, legyen ortodox, katolikus, református, bármilyen felekezethez tartozó ott keleten, hogy ők tudnak beszélni arra, hogy mit jelent az iszlámmal való együttélés. És ők például sokkal radikálisabb álláspontot fogalmaznak meg, mint például a Vatikánból hallottuk. Amikor legjelentős egy jezsuita teológus hosszan kifejezetten teljes naivitásban és tévedésben van Európa az iszlám természetét illetően, ő együtt komoszulál. Ő pontosan tudja, hogy mit jelent az iszlámmal való együttélés. És én csak egyet mondom, hogy mielőtt ez az egész barak tavasz nevű előtte a keresztények létező számban, releváns számban voltak keleten. Most a számuk a töredékével se visz. Mondok egy példát, Mubarak idején azért a kopt keresztény közösség a társadalom mindegy 10%-át. Amikor jött az úgynevezett barak tavasz amerikai támogatás, és jött a morsziféle iszlamista rendszer, akkor nem volt olyan nap, hogy nem jutottak volna a keresztény templomba. Nem volt olyan, hogy ne gyilkoltak volna le ott keresztényeket együtt. És most oda jutottunk a nagy arab tavasz végén, hogy gyakorlatilag keresztény kellett kiülni. Mert vagy elüldözték, vagy ne gyilkolták. Hozzáteszem, mindig azt mondtuk, hogy a keresztényeket bármikor megvédjük. Részint azért, mert egy keresztény országban, tehát a keresztény testvérek felé jó kötelezettségünk, de részint azért is, mert a vallástól teljesen függetlenül keresztény kultúrkörű emberek könnyen integrálnak a magyar társadalomba. Ők nem fognak párhuzamosságot létrehozni, nem fognak ellenkultúrát létrehozni, nem fognak terrortámadásokat csinálni a keresztény civilizáció ellen, nem fognak dzsihádba fegyelni. Tehát minden összefoglalva, én azt gondolom, hogy a keresztény állásnak kialakítása először is érdemes meghallgatni a kelet keresztény véleményét, akiknek történelmi tapasztalatuk van az iszlámmal való együttélés tekintetében. A másik a Szent Atya szavait tisztelettel, ha lehet, imádságos lélekkel kell megpróbálni értelmezni, de mindig annak tudatában, hogy itt nem egy tévedhetetlen tanítás van, és általában, mint a média közvetít, az egy újságíró interjú keretében való kiragadott mondat és idézet. És amit mindig alapul kell venni, az az egyház tanítása. Az egyház tanításával pedig egészséges arányban van a karitáció és a nemzetek és az egyes embereknek az önvédelmi jog. Ez a kettő természetrend és a hivatkoztatása egy alapján egymástól elválaszthatatlan és csak arányosan lehet szemlélni. A harmadik pedig, hogy teológiai értelemben is nyilvánvaló különbséget kell tenni a menekült és a gazdasági bevándorló. És ami szerintem a legfontosabb, az állapotbeli kötelezettség. Ahogy az elsődleges állapotbeli kötelezettség a családom felé van, és a nemzetem felé, csak utána van minden más. És ez a minden más szerintem az a helyes, hogyha adományokkal, vagy az adott ország a jövedelmének bizonyos részével hozzájárul ahhoz, hogy a szegények országokban életminőség lehessen. Mert ez megoldás, vagy legalábbis segíti a megoldást. De az semmiképp sem állapotból, és nem vezet sehova, hogyha gát nélkül, kontroll nélkül a világ minden szegénye vezetődik Európába. Mert ennek a végén polgárháborús helyzet lesz a vége, aminek vesztese lesz mindenki. A másik, hogy mit várunk a népszavazástól. A helyzet az, hogy mindenek van egy jogi-meti politikai része. A jogi része az, hogy a népszavazás az a cikla fundament, amire állva jogszabálymódosításokat, a kell alkotmánymódosítást, és személy szerint hívja akkor az alkotmánymódosításnak, és Brüsszellel való viták tekintetében egy nagyon erős jogi érvet kap. És ennek van még egy vonatkozása, a nemzeti szuverenitásnak a megvédése. Mert az a helyzet, hogy nem csak migrációs ügyben van egy lopakodó politika a bizonyos hogy a nemzeti szuverenitásokat elvegye, és a nemzetállamok helyett egy Európai Egyesült Államokat hozzon létre,
megvédését is jelenti a problémások. Tehát nevezetesen az, hogy mi soha nem írtunk alá Brüsszelben olyan szerződést, hogy hozzájárjunk ahhoz, hogy Magyarországon kívülről mondja meg bárki, hogy kivel kell nekünk együtt élni. Ilyet nem írtunk alá. És miután ilyen nincsen csatlakozáshoz a kérdésünkre, ilyet nem is kényszeríthetnek rá. Tehát a nemzeti szuverenitás megvédéséről és egyébként van még egy dolog, amiről nagyon nem beszéltünk, de szerintem ennek nagy jelentősége van. Nevezetesen az, hogy én azt remélem, hogy a magyar példa ragadós lesz. Mert az európai polgárok szemben a vezetőikkel, meg az európai vezetőivel azt gondolják, hogy csak olyan média terror van, például Németországban is, amilyen olyan mondom, hogy a Kárpát szemben. Ráadásul a németnél és a nyugati közvélemény nem tudunk meg a sorok között olvasni, mint amit mi megtanultunk annak idején a Kárpát rendszer. Következésképpen egy ideig el lehet nyomni azokat a híreket, hogy megerőszakolás, rablás, terrorakció, ez is bevándorlott, ez is bevándorlott, ez is bevándorlott, hogy ezeket elhallgatják. Egy ideig el lehet. Na de az a helyzet, hogy az ismerős ismerőségek az ismerős el fogja mutatni. Tehát ezeket az európai polgárok azt gondolják, amit mi. Na most, az a nyomás, ami rajtunk az azért csökken, mert miután igazunk van, és az európai polgárok is azt gondolják, amit mi gondolunk, ezért egyre fogy a levegő az európai vezetőkön. Ha Magyarországon van egy sikeres népszavazás, és Magyarország meg tudja védeni magát, akkor mindig elmegyünk, hogy a németek, a hollandok és egy csomó ország polgárai azt mondják mondani, hát ha magyarokat lehetnek, mi nem lehet. Ha magyarok meg tudták védeni magunkat, mi miért nem tudjuk megvédeni magunkat. És előjön az, amit Merkel kancellár asszonyra kapcsolatban mondták. Mégis azt mondják mondani az európai polgárok, hogy hogy is van? Hogy abban a legfontosabb kérdésben, ami eldönti az életminőséget, a gyerekeinket, sőt unokáinkat, az idő végig való életminőséget, ebben nem kérdeztek meg minket. Úgy szabadították rá ezt a tömeget, úgy vették el a biztonságot, úgy vették el az életformákat, hogy nem kérdeztek meg minket. Hát akkor jól magyaroknak van igaza, hogy népszavazást kell tartani. És én ezért biztos vagyok benne, hogy ha a magyar népszavazás erős lesz, tehát érvényes elsőprő többséggel, akkor nem lehet megállítani azt, hogy az ő országának a többségében is hasonló népszavazás legyen. Na most az a kérdés, hogy beírhatjuk-e az alkotmányba, erről még egy dolgot mondjak, ellentétben a baloldali propagandával beírhatjuk. Mégpedig azért, mert emlékeznek vissza arra a egyet manifest nemzetállása, ami 2004. december 5-én, hogy újságot csináltak a határon, hogy Magyarországgal szemben. Egyébként körülbelül az a lényeg egésznek, hogy minden. Politikáinknak az a lényege, hogy mindenki csak az állás. Ugye 2004. december 5-én a határon, hogy Magyarok ellen szavaztak, most meg a magyarországi magyarok ellen akarják azt, hogy nem részt vegyenek a népszavazáson, megtudjuk a migránsokat. Tehát 2004. december 5-én ugyan nem volt érvényes a népszavazás, de miután az igen nagy többsége voltak, ez adta meg az alkotmányos alapot, hogy 2010-ben, amit kormányra kerültük, az első törvény, amit meghoztunk, az az állampolgársági törvény volt, ami lehetővé tette határon túli magyarok állampolgárságának a megadását. És örömmel jelentem önöknek, hogy az ciklus végére meg lesz az 1 millió új magyar állampolgár. És ennek az alapját az adta, hogy a népszavazásnál mégiscsak az igenek voltak többsége. Tehát a népszavazásnak mindenképpen van értelme, mert erősíti a pozícióikat, mindenképpen lehet alkotmányos lehetőséget a harmadik alkotmányba beleírjuk, de az a helyzet, hogy sokkal erősebb dolog az, hogyha a érvényes lesz a népszavazás, és minél több ember megy el, 50% fölött, vagy még magasabb szinten, és ha elsőkül lesz a nemek aránya, az egy olyan világos üzenet, ami lehetővé teszi erkölcsileg és politikailag is az alkotmányozást, ebből következően a szükséges önvédelmi törvények meghozatalát, a Brüsszellel való álláspontunknak egy nagyon erős képviseletét, és szerintem az lesz, hogy a magyar példa ragadós lesz, és láncreakció lesz Európában a népszavazás mellett, ami Európában is lehetővé teszi azt, hogy megmeneküljön attól a bevándorló tömegtől, ami megölni az európai életet, megölni az életformánkat és megölni az életminőségünket. Köszönöm szépen!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Valóban úgy gondolom, hogy nagyon sok gondolattal lettünk gazdagabbak. Nem maradt más hátra, mint arra buzdítsak mindenkit, polgári város polgármestereként, elsősorban a polgáriakat, de mindenkit, aki ma este eljött, hogy október 2-án menjünk el szavazni. Arra kérem a jelenlevőket, hogy tegyünk meg mindent, hogy ez a szavazás eredményes és érvényes legyen, ugyanis ha jól dolgozunk, akkor október 3-án nem egy olyan országban fogunk ébredni, amit ránk akarnak kényszeríteni, hanem egy olyan jobboldali keresztény Magyarországon, amelyet mi magunknak szeretnénk megvalósítani. Ehhez kérem mindannyiunk közreműködését, és köszönöm szépen, hogy eljöttek, köszönöm szépen miniszterelnök helyettes úrnak és képviselő úrnak, további szép estét kívánok mindenkinek! Ezzel kívánok neki jó egészséget és a hasznos jó. Nagyon szépen köszönöm.